Olvasod? Írod? Vágod? Ez a Fülszöveg, az Álomgyár magazin könyves podcastje. Sok szeretettel köszöntöm a mai vendégeimet, Karádi Annát, a Füredi Lány sorozat írónőjét, és Kovács Dórát, aki városi történelmi városi sétákat vezet, és tavaly jelent meg nálunk a Királyék megint itthon vannak albuma, ami szorosan kapcsolódik a mai beszélgetésünk tematikájához, ami egy kicsit egy ilyen ünnepre hangolódás lesz. Hogy miért titeket választottalak? Hát ugye Dóra egyértelmű, mert az album az egyébként is itt a 19. századi karácsonyt megidézi, annál pedig azért, mert egyrészt azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy a Füredi Földes úr azért borítójában, hangulatában ugye hozza ezt a telet, ezt a nagyon szép 15 centis hótakarót az erdő közepén, amire egyébként nagyon várunk itt a budapesti belvárosban már évek óta, hogy essen a hó karácsonykor, illetve szerintem az is benne van a te regényed sikerébe, vagy a regény sorozatod sikerébe, hogy azért, ahogy megelevenedik ez a 18. századi világ, az sokakat vonz, attól függetlenül, hogy van egy párhuzamos idősík, ami egy kicsit azért itt napjainkban is játszódik. Úgyhogy azt szeretném először ilyen hangulatindító kérdésként feltenni, hogy nektek van-e most karácsonyi hangulatotok? Mert hogy nem olyan könnyű itt egy negyedik hullám csúcsán, mindenki rohan, dolgozik, gyereket nevel, szóval igazából ti most itt 2021. decemberében éreztek valamit? Igen, azt gondolom, hogy mindig meg kell teremteni a karácsonyi hangulatot így az év utolsó hónapjában. Ezt a hangulatot megteremthetjük azzal is, hogy kimegyünk egyet egy korcsolyapályára korcsolyázni a gyermekünkkel, olvashatunk karácsonyi témájú könyveket, nézhetünk ilyen filmeket különböző streaming szolgáltatóknál, elég nagy a kínálat, és díszíthetjük úgy a lakásunkat, hogy jól érezzük benne magunkat, és a fények már a karácsonyt, a karácsonyi várakozást hozzák. Anna? Igen, én is így érzem ezt, és nem, hogy csak van, nekem nagyon óriási. Én alig várom, hogy november 1 után elmúljon a gyászosabb hangulat, és én azonnal díszbe öltöztetem a lakást, várom, hogy kitegyem a fényfüzéreket, mert szentül hiszem, hogy a kidíszíti az ablakot, nem csak magának, hanem annak is, aki arra jár. Úgyhogy én szeretek várni a karácsonyra. Az utóbbi években úgy érzem, hogy talán várni jobb is, mint maga a szenteste. Úgyhogy én már nagyon adventi hangulatban vagyok, nézem a kirakatokat, gyönyörködök, és mindig találok egy olyan díszt, amire szükségem van, és minden évben ugyanezt érzem. Ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy ugye az adventnek az a lényege, hogy megteljen a szívünk ezzel az ünnepi hangulattal, és hogy várakozunk arra a bizonyos szentestére. Most sokan nyilván vallási töltet nélkül, de azért alapvetően mindenki 24-én éri el ezt a csúcspontot. Magának az adventnek, meg annak, hogy gyújtjuk a vasárnaponként a gyertyákat, és akkor rá pár napra ugye jön a Mikulás, mi is egyébként Mikulás napján leszünk adásban. Annak mi az ilyen kicsit izgalmasabb történelmi háttere? Ugye itt maga a Mikulásra is szeretnék kérdezni, hogy ez például nálunk mióta van, vagy az mennyire természetes, hogy tartjuk? Már Mária Terézia korából ismerünk olyan festményt, pontosan Mária Terézia családjáról, mely azt mutatja, hogy várják a gyermekei Szent Miklóst, a Mikulást, és kikészítik a cipőiket, és várják benne az ajándékokat. Régen az ajándékozás nem karácsonyra esett, hanem Miklós napján kaptak a gyerekek ajándékokat, és aztán a 19. század folyamán terjed el az ajándékozás a fa alatt. Nem lehet pontosan megmondani, hogy mikor. Bécsben azt mondják egyes források, hogy Zsófia főhercegné volt, az Ferenc József édesanyja, aki elterjeszti konkrétan az ajándékozást a fa alatt, de karácsonyfát azért már néhány évtizeddel korábban is biztosan állítottak Bécsben és Pécs-Budán is. Egyébként ti, csak egy ilyen személyes jellegű kérdést feltegyek, ti nagyon megélitek ezt tehát hogy mondjuk a karácsonyfát, azt mikor állítjátok? Mert azt látom, hogy most már elterjedt ez a szokás is, hogy egy csomóan felállítják adventt
től a karácsonyfát, és van, akiknél meg egy ilyen nagyon bevett dolog, például nálunk is, hogy azt kizárólag 24-én az angyalok hozzák, és akkor, nálunk is. Akkor díszítjük. Csenget az angyalka, bevonulunk, és az angyalka hozta a fenyőfát, elénekeljük a mennyből az angyal térdelve, és akkor utána kezdődik a karácsony. Nálunk is Szenteste napján érkezik a karácsonyfa és a Jézuska is. Viszont most kérte a kislányunk, hogy most a Jézuska hozza a karácsonyfát is, tehát ne közösen díszítsük, eddig közösen díszítettük a fát. Mennyire látjátok azt, hogy ezek a kereskedelmi szokások, a 21. század, stb. Átalakított olyan dolgokat a karácsonnal kapcsolatban, az ünnepel kapcsolatban, ami egyébként mondjuk tök jól működött több évszázadon keresztül. Tehát most lehet egy ilyen is, hogy az emberek már októberben látják felállítva a karácsonyfákat, meg azt gondolom, mind a ketten neveltek gyermeket, hogy ez nagyon nehéz egy szülőnek, hogy bárhova elmegy, ott vannak a Mikulás csokik, ott vannak a becsomagolt ajándékok, a felállított karácsonyfák, és ezt minden egyes alkalommal el kell nekik magyarázni, hogy az hogy lehet, hogy nálunk csak 24-én jön a fa, az hogy lehet, hogy a Mikulás hozza a csokit, de már ott van a boltban. Szóval, hogy nyilván azért más elvárások, meg más nehézségek vannak, amiket meg kell ugrani, hogy megmaradjon az ünnepi hangulat. Nincs új a nap alatt, mert a 19. század végén, a 20. század elején arról írtak az újságok, hogy őrült a forgalom a Váci utcán, a pesti belvárosban, és mindenki az ajándékvásárlással van elfoglalva, az üzletek nagyon szorgosan kikészítik már egy hónappal korábban a kirakatokba az ajándékokat, a vásárfiát, és ez egyre rosszabb lett talán, ha fogalmazhatok így a 20. század folyamán. De tényleg nincsen új a nap alatt. A 19. században is ugyanúgy ünnepelték az emberek a karácsonyt a 19. század második felében. Karácsonyi vásárokban is vásároltak, és az 1870-es, 80-as évek táján megjelentek a gázvilágítású kirakatok is, aztán a századfordulón már villanyvilágítású kirakatokban is gyönyörködhettek a járókelők. Hát minden, ami szemszájnak ingere, az korábban is ki volt téve a vásárlóközönség elé. Én inkább azt vettem észre, hogy az a nehézség, hogy olyan mesekönyvet találjunk, ahol a karácsonyfát nem a Mikulás hozza. Ugye a rajzok, amiket a kisgyerekek nézhetnek, angol szász szerzők, meg meséírók tollából, ott ugye jön a Santa Claus, a szánon ül, és ez mosódik össze. Én szerintem a szülők feladata ezt tisztába tenni, hogy igen, nálunk az angyalok hozzák el a fenyőfát, és a Jézus születését ünnepeljük 24-én, és egyébként van egy Mikulás is, egyébként nálunk nem tudom miért 5-én este, nem 6-án reggel, mi az 5-én este ünneplők vagyunk. Úgyhogy én mindig próbálom ezt erősíteni, és szerintem ez a család feladata, hogy ezt, amit tőlünk megkaphat, csomag, és ez mindenre igaz, azt hiszem, az lesz az elsődleges minta. És szerencsére én azt veszem észre, hogy volt zavar, de tudja kezelni, hogy a mi családunkban ez így van, nálunk ez így szokás, másnál lehet, hogy máshogy, vagy hogyha hall is olyat, hogy ott közösen díszítik a fát, akkor nekem súgja, hogy de a miénket az angyal hozza, ugye? Úgyhogy így ez még működik. Az fontos, amit mondasz, hogy hagyományok, amiket örökítünk, ugye örökítünk családon belül, de hát azért mindig vannak lokális hagyományok, városi hagyományok. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen egy karácsony, vagy milyen egy karácsonyi szezon mondjuk a Balatonnál, tehát hogy milyen neked most itt a Füreden akár, meg így most, meg milyen mondjuk a Földes úrnak a karácsonya 1760 akárhányban, tehát hogy mindenki, aki, ahogy mondtad is, Dóra, hogy néz mondjuk karácsonyi témájú filmeket, szerintem a legjobban azzal tud azonosulni, amikor egy klasszikus értelembe vett kastélyban gyertyát gyújtunk, és a kandalló elé befekszünk. Szóval, hogy itt azért lehet itt a hangulatok között váltogatni, azt érzem.
Igen, a Füredi Lányban és a Füredi Földesúrban 1763-64-ben járunk. A 18. században még nem állítottak karácsonyfát, tehát ilyen ajándékozásról, a maihoz hasonló karácsonyról nem lehet beszélni. Egyházi ünnep volt. Egy hithű katolikus legalább egy misén részt vett, olyanban hasonlít a maira, hogy ugyanúgy kopogtak a cipők, hogy mennek rorátére a hajnali misére a katolikusok. Talán az egyik legérdekesebb az, hogy 1763 még bőven a kis jégkorszak ideje, úgyhogy biztosan fehér karácsonyuk volt. Tudósításokból sok érdekességet hallhatunk a kis jégkorszakról, például Mikes Kelemen egyik feljegyzése, hogy 5 hónapon át szakadt a hó. Úgyhogy a mai számmal rendkívüli időjárási viszonyok lehettek, tényleg éltek még farkasok, tehát farkasordító, hideg, fehér karácsony, a szekereket talpakkal szánná alakították, vagy lovas hintóval közlekedtek az emberek, nem ugye Mikulást várták hintóval, tényleg úgy közlekedtek, úgyhogy ilyen szempontból egy szép kép rajzolódhat, kifüstölgő kémények. Az ajándékozás kapcsán azt is ugye fontos megjegyezni, hogy annyira más viszonyok uralkodtak akkoriban, hogy volt olyan asszony, aki egy garnitúrával élte le az életét, úgyhogy nem számíthatott a férjétől különben sem nagy ajándékokra, sőt a férfiak házasulási kedvét is befolyásolta az, hogy mennyi ruhát kell venni az asszonynak. Úgyhogy biztos, hogy egyszerűbb lehetett, de nem gondolom, hogy ezért kevesebb lehetett. Én bennem van egy vágyódás mindig az ilyen egyszerűbb dolgok iránt, amikor közelebb van a természet, letisztultabbak a dolgok, 24-én Jézus születését ünneplem és várom, úgyhogy én ezt a könyvet is, meg ezt a történetet is azért írtam, mert szeretek belegondolni, hogy hogyan élhettek, mit gondoltak, milyen lehetett az ünnepük, és szerintem varázslatos lehetett a 18. századi Télfüreden. A Balaton befagyott, akkor volt a léghalászat ideje. Korcsolya gondolom volt. Patkóval, szöges patkóval a cipőjükre. Patkót applikáltak a cipőjükre, és akkor vágták a nádat. Tehát mindig volt valami munka. Télen a nádat vágták. Tehát ekkoriban volt azért ugye szegénység is, éhezés is, olyan forrásokat is találtam, hogy a nád belsejéből sütöttek kenyeret, úgyhogy zordabb idő volt, de kíváncsi vagyok rá, és nagyon-nagyon jó lenne egyet kirándulni, és megnézni, hogy hogy nézett ki a 18. századi Havasfüred. Ezen szoktam sokat gondolkodni. És most, mert hogy a Balatonnak van egy olyan érzete az emberek többsége felé, hogy ez ilyen szezonális dolog, és valahogy mindig, amikor augusztus 20-a után lecsengenek a nyaralók, akkor ugye kiürülnek egy kicsit a balatoni városok, és én egy telet töltöttem egyszer Fonyódon, ott nagyon jól érezhető volt ez a változás, hogy így felé lett az ottani lakó közösség, tehát nem a nyaralók, hanem akik tényleg ott laknak, és akkor a piac, és a többi. De az biztos, hogy azoknak az emberek, akik elvárják, hogy nem tudom, hogy mindig nyüzsgés legyen, mindig lehessen ide menni, oda menni, azért ott visszatér az élet a normál kerékvágásba. Mondjuk Füred azért egy központi balatoni város, ott mit hoz karácsonyra a város? Ugyanúgy vannak vásárok, ugyanúgy tehát hogy feldíszítik a várost, ott is van mondjuk akár betlehemezés, bármi, tehát hogy megélhető ez az ünnepi hangulat, ugyanúgy. Füred szerintem most már egyre nagyobb turisztikai attrakció, hanem a legnagyobb a Balatonparton, úgyhogy a szezon az már nem csak a nyarat jelenti, mert most építik a korcsolya pályát, a műjég pályát, és szerintem ott nem csak fürediek fognak korcsolyázni. Nyitva vannak a helyek, programokkal csalogatják az embereket, úgyhogy a szezon ott már 12 hónap, úgy vélem, hogy Tihany sem kivétel, ott az apátság, az éjféli misék látogatottságából kiindulva nagyon sok katolikus látogat el Tihanyba az ünnepi szentmisékre, úgyhogy akkor még helyet kapni is nagyon nehéz. Az is olyan forgalmas. Más. Most már nem betlehemesek járnak itt sem, és regölnek, kántálnak, mint ahogy a 18. században, hanem ide is jönnek a turisták télen.
aminek én személy szerint örülök, mert szeretem, hogy más is felfedezi, milyen szép az országunk. Mernél mást mondani, mi? Miközben vágyakozom arra, hogy néha magányosan sétáljak a Tagóra sétányon. Igen, hát ez viszonylag nehezen jön össze. És ha már egy szóba került, hogy karácsonyi vásár, kicsit beszéljünk, ahogy már érintetted korábban itt a Váci utca kapcsán, hogyha egy valami fix pontja a budapesti karácsonyozásnak, az a Vörösmarty téri karácsonyi vásár, hát nyilván ugye az aktuális helyzethez alkalmazkodva, idén is azért érződik rajta ez a vírusvédelem, mint a kordonokkal. De ennek is van egy története, egy hagyománya. Mióta van ez a vásározás? Már a 19. század első felében volt a karácsonyi vásárok a régi Városház téren. Ezt a teret sajnos ma már nem találjuk meg a térképen, mert amikor épült az Erzsébet híd, akkor eltűntek ezek a régi kis terek, utcák, barokházacskák, házikók, paloták, amik a belvárost valaha fémjelezték. A karácsonyfát, vagy ezen a téren, a régi Városháza terén árulták, ez egyébként a belvárosi plébánia templom mögött volt régen, ott állt a régi Városháza, gyönyörű magas toronnyal, toronyőrrel a tetejében, aki figyelmeztette a járókelőket mindig az idő múlására, és hogy esett a hó, akkor ez nagyon szépen csillogott a Városháza tetején található 12 szobron, illetve a belvárosi plébánia templom hátsó szentélyfalában volt egy Flórián szobor, annak a sisakján is mindig szépen megcsillant a hó. Tehát ma már nem találjuk ezt a kis teret sem, ugyanúgy, ahogy eltűnt a Haltér, a Rózsatér, a Sebestyén tér, Sebestyén utca a régi belvárosból. Ha befagyott a Duna, akkor a karácsonyfát általában ott árulták, fűrészporral elszórták a jeget. Hogyha jobb volt az időjárás, akkor pedig ezen a régi Városház téren voltak a karácsonyi vásárok, ahol ugyanúgy, ahogy manapság, sátrak alatt, bódékban árulták kofák, vásáros bácsik a portékáikat, mézes kalácsot, fajátékokat, birkabőr süveget, csizmát, mézes kalácsot. El tudjuk képzelni, hogy milyen lett a hangulat. Most mivel itt volt a fiákereseknek is az egyik állomása, hát természetesen ügyfelekre lestek, ezért mindenféle jó szeszes italt is lehetett iszogatni a vásárban, ugyanis a fiákeresek mindig tudták, hogy hol van jó bor a városban, és ott állomásoztak, és volt egy saját hókunyhójuk is, ahol ezeket az italokat árulták természetesen jó hangulatban, sőt a leírások azt is elmondják, hogy volt még olyan is, hogy József nádor is tiszteletét tette a vásárban, és jól megtáncoltatta a menyecskéket. Ez egy elég szürreális kép azért, de vannak erről is újságcikkek. És ha már ünnepek, akkor szerintem ez egyik legfontosabb sarokköve mindig az ünnepeknek az étkezés. És most Anna, te is említetted, hogy nyilván mondjuk az 1760-as években ott volt éhezés, stb., de azért a nemesi családokban gondolom azért mindig került valami az asztalra, hogy mondjuk egy ilyen karácsonyi ünnepi lakoma akár, vagy csak bármilyen ünnepi lakoma, hogy mi az, amit átmentettünk mondjuk a mai napig. Mert ugye van a beigli, hát arra most az ember úgy tekint, mintha mindig is lett volna, vagy ez a mákos patkó, de mondjuk, ahogy mit tudom én, Amerikában hálándáskor mondjuk pulykát csinálnak, itt azért van, aki töltött káposztát csinál karácsonykor, de például mi egyáltalán nem szoktunk ilyen nagyon nehéz magyaros ételeket csinálni, hanem mondjuk nálunk, nem tudom, kacsacomb van. Szóval hogy kellett mondjuk elképzelni egy nemesi nagy ilyen étkezést, akár karácsonyit, akár másmiért? A nemesi családoknál rengeteg fogásból állt egy ünnepi lakoma, már ősszel, amikor az őszi vadászatokra meghívták ezek a családok a vendégeiket, akkor volt, hogy 40-50 vendégről is gondoskodott egy háziasszony egy kastélyban, egy nemesi kastélyban, és az ő ellátásukat biztosítani kellett, tehát előre beszélt a főszakáccsal, hogy mi legyen az adott hétre a menü. Igen, itt azért gondolom, hogy nagyobb személyzetről is beszélhetünk, akik ezt... Bizony.
Andrássy Katinka írja a memoárjában, hogy volt, hogy 10-20 fogást is végigettek, a hideg étkek a meleg étkekkel váltották egymást, így volt ez lehetséges. Hogy lehet ennyit enni? Anélkül, hogy azt mondják, hogy ez a titka, hogy a hideg ételeket váltani kell a meleg fogásokkal, és így nem telítődik olyan gyorsan a gyomor. És miután befejezték ezeket az étkezéseket, utána általában a kandalló előtt beszélgettek ezek a családok, és így töltötték az estéket. Nagyon sok káposzta ételt ettek a 19. század folyamán, húsételeket, káposztás ételeket, a mákos patkó az korábban is az asztalra került, és hadd említsem meg az 1914-es karácsonyt is, ez már az első világháború idején az első karácsony, amikor a források szerint ugyanúgy az asztalra kerültek ugyanazok az ünnepi ételek, amelyek korábban is. Bár volt, hogy a családapa már hiányzott az asztal mellől, de még biztosítani tudták a boltok ezeket a forrásokat. Aztán, ahogy telt múlt az idő az első világháború idején, és jött a jegyrendszer, egyre nehezebb volt ugyanezeket az ételeket prezentálni a háziasszonynak. A 18. században Füreden a halászlé, az kézenfekvő volt, piros paprika nélkül készítették, de akkor már ették a halászlevet, és még egy érdekesség, hogy Füred neve, sokan azt hiszik, hogy a fürdőszóból ered, pedig abból, hogy fűr madár szeretett ott, a fűre madarak, és onnan az elnevezés is, úgyhogy Füreden nagyon sok fűrjet ettek. Úgyhogy ez ünnepi asztalra is került. Az biztos, hogy ahogy így kérdezed, az ünnepek alkalmával a bőjt is nagyobb szerepet kapott, hogy betartották. Lehet, hogy délben csak mákos tésztát ettek, este halat, úgyhogy itt a halételek, meg a halbőség is lehetőséget adott arra, hogy az valóban még a paraszti asztalokra is került könnyedén. Ha már pénzük nem volt sok, tehát egy forintot nem lehetett volna egy paraszt asztalánál találni, de halad biztosan. Tehát az erdő, a folyók, tavak, a szegény embert etették. Ti egyébként, akik belehelyezkedtek ezekbe a korszakokba, amikről írtok, picit van bennetek egy olyan, mondjuk kifejezetten Anna neveled van egy olyan, hogy úgy azért visszamennél? Tehát örülnél, ha lenne rá lehetőség, hogy egy kicsit idő utazzál? Ha haza tudnék jönni, akkor biztosan szeretném megnézni, kipróbálni, de végérvényesen nem hiszem, hogy tudnék maradni. Jó, mondjuk az az igazság, hogy azért ugye, most mi nők beszélgetünk, és ezt pontosan tudjuk, hogy azért a nőknek nem volt annyira egyszerű sem a 18, sem a 19, sem a 20. században. Ugyanakkor... Még most sem. Ugyanakkor nagyon sokszor ez a kulcs szó, ez az egyszerűség, ez a hívó szó, amiről beszélünk, hogy pont az nem valósul meg most, hiába szavazhatunk, tanulunk, hogy mondjuk ténylegesen azzal tudjunk foglalkozni, amivel sokszor szeretnénk, tehát nehéz mondjuk egy ilyen nagy vendégséget is összehívni, vendégül látni a szeretteinket, a gyerekeinkkel minőségi időt eltölteni. Tehát mondjuk tényleg az nem baj, hogyha az ember azért visszajöhet, de mondjuk Dóra, te meg ugye a mai napig csinálod a történelmi sétákat, és ugye, ahogy soroltad az előbb, hogy hány utca, megtér nem létezett, te ilyenkor látod magad előtti háromdimenziósan, hogy ez itt volt, ez ott volt, ez amott volt, és nem tudom, hogy szereted-e azt, hogy most már nincs. Tehát mondjuk, hogy te mennyire vágynál vissza abba Budapest, vagy arra Budapestre, akár csak 100 évvel ezelőtt, ahol mondjuk még ezek megvoltak. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én mindig egy ilyen fancsorozott üvegen keresztül, egy ilyen szépia fotón keresztül látom magam előtt a régi belvárost, és nagyon szívesen visszamennék a 19. századba körülnézni. Nagyon sajnálom, hogy eltűntek ezek a házak és utcák. Ugyan van néhány hírmondó, például 100 éves étterem még ebből a régi korból maradt meg. A belvárosi plébánia templom is ugyanott áll, ahol régen és a legendával ellentétben nem tolták el a helyéről az Erzsébet híd építésekor, de nagyon szívesen visszamennék a régi karácsonyi vásárba, a karácsonyi forgatagba, megnézném a kirakatokat, ahol állítólag
ördögfejű, szőrös bőrű Mikulások riogatták a járókelőket, és egy kicsit visszamennék ebbe a békebeli hangulatba, de képzeljétek el, hogy a Vörösmarty téren most is lehet látni mézes kalács standot, ami hozza ezt a régi 19. századi hangulatot. Keressétek meg ti is! Igen, egyébként ez szükségszerű, mert az, ami a 19. században volt, ez a 18-ban még nem volt, tehát nyilván mindig meg kell haladni azt a kort, ami előttünk van. Viszont ti terveztek-e folyamatosan ilyen típusú akár könyvet kiadni? Most Dóra, téged kérdezlek, hogy folytatnád-e ezt az albumot, illetve Anna, te is majd mesélj arról, hogy egyrészt ugye tudjuk, hogy folytatódik a Füredi Lány sorozat, illetve hogy ha ez lezárul, akkor maradsz-e ezen a történelmi vonalon? Igen, az Asztal fiókon van már egy készülő anyag, ami olyan 80%-os állapotban van jelenleg, de egy ilyen munkának az összeállítása sok időt igényel, és szeretném éretten kitenni majd az olvasók elé. Hát még egy kis időre szükségem van ahhoz, hogy ez kiteljesedhessen, és minden benne legyen úgy, ahogy én szeretném. De már gyűjtöm hozzá a képanyagokat is, igen, szeretném folytatni. Azt akkor, tehát a 18-19. Században maradsz, és ugyanúgy a budapesti tematika, csak akkor most ezt még nem árulod el, hogy ott mi a konkrét téma, amiről szólni fog? Igen, a 19. században maradnék, illetve átmennék azért a 20. századba is, de még mindenképpen a II. Világháború előtti korról mesélnék az olvasóknak, és egy kicsit folytatnám ennek a könyvnek a tematikáját. Én is maradok a történelmi vonalon, viszont most nem egy helyet szeretnék bemutatni, hanem egy szemét, egy híres 16. századi szemét. Ez nagyon kevés, de tudom, hogy nem árulhatsz el többet. Azt gondolom, hogy aki megszerette ezt a stílust, amit képviselsz, az akkor számíthat egy hasonlóra. Igen, igen. Történelmi romantikus lesz. Egyébként mekkora terhet ró ez azokra a szerzőkre, akik nyilván nagyot, mert hogy muszáj egyfajta történelmi alaposságot alkalmazni ahhoz, hogy bárki, aki mondjuk tényleg mondjuk ezen a szakterületen dolgozik és elolvassa, ő se találhasson benne hibát. Tehát pusztán a vonzalom a történelmi korszakok iránt, ez nyilván nem elegendő, hogy te ehhez saját, tehát hogy te kutatsz ennek utána, vagy esetleg van egy külső segítség, akivel még dolgozol, hogy... Nem, ezt mindent én csinálok, és a kutató munkát is nagyon élvezem. Azt hiszem, hogy hosszan és ekkora évvel azok tudnak írni, akiknek eleve van egy ilyen kíváncsi, történelmi múltot kereső, kutató, válaszokat, meg kérdéseket feltevő habitusa, és nekem van, én nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy én még a kutató, száraz kutató munka részét is élvezem. Ez a szerencse. Rácsatlakoznék annára, hogy az írásban a kutató munka a legjobb, olyan, mint a kincsvadászat, igen, és viszi igen. Tovább az embert, bármit olvas, újabb kérdések merülnek. Igen, és ha találok valamit, nagyon jó, de ha nem találok, most már az is jó, mert akkor majd én megmondom, hogy mi volt. Egyébként így vagy úgy, akár szórakoztató, akár tudományos formában, de nyilván ennek azért van egy ismeretterjesztő küldetése is, tehát biztos vagyok benne, hogy sokan, akik mondjuk elolvasták a Füredi Lányt, mondjuk kaphattak annál több adalékot az 1700-as évekből, mint amit annak idején történelmi órán, vagy megtanultak, vagy már elfelejtettek, de mindenféleképpen ad egyfajta pluszt ahhoz, hogyha mondjuk egy legyenön is milliómosba kapunk egy kérdést, akkor, és én olvastam a Kovács Dóra könyvét, és meg tudom jelölni a B-t, úgyhogy szerintem ez mindenféleképpen ad hozzá a magyar olvasóknak ahhoz, hogy egy magyar történelmi korszakról szóljon. Úgyhogy Dóra, Anna, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és beszélgettünk, és hát mindenkinek boldog és szeretetteljes ünnepeket és ünnepi készülődést kívánok. Köszönjük szépen mi is a meghívást, és boldog karácsonyt kívánunk. Karácsonyt kívánunk.